Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hármas kapcsolat. Ez a felvétel egy személyes jóslás Méhecske számára. Kedves Méhecske, ez a te videód, és itt egy hármas kapcsolatról van szó. Mégpedig arról, hogy te szeretsz valakit, de ennek a férfinak van még egy párkapcsolata. Hogy alakulnak a dolgok, azt megnézzük most ezen a jósláson. Először is azt tekintjük meg, hogy ez a hölgy a háttérben, hogy gondolkozik erről a kapcsolatról, milyen gondolatai vannak neki, a partnerét illetően, vagy a párkapcsolatot illetően. Ezt mutatja itt ez a kártya. Itt a kelyhek az érzelmekre vonatkoznak. Ennek a hölgynek vannak érzelmei vele kapcsolatban, de nincs meg köztük az egyensúly, vagy a harmónia. És emiatt ez a hölgy nem tudja, hogy hogyan mutassa ki az érzelmeit. Ezek az érzelmek nem csak a szeretetet jelenthetik, hanem azt is, hogy ő dühös, vagy csalódott, tehát ilyen érzelmekről is lehet szó. Viszont itt ez a 9-es szám arra utal, hogy korlátozva van. Ő nem tudja kimutatni az érzelmeit, és pontosan emiatt visszahúzódó. A következő kérdés pedig az, hogy ez a hölgy hogy viszonyul hozzá. Tehát a gondolatait itt láttuk. Milyenek az érzései? Szereti ő ezt a férfit? Ez a kép arra utal, hogy nehézségei vannak ebben a párkapcsolatban, és arra vár, hogy elbúcsúzzon tőle. Tehát ez a hölgy nem akar vele együtt maradni, és ő nem is szereti őt valójában. Én inkább arra gondolnék, hogy ennek a férfinak volt korábban egy párkapcsolata, és a jelenlegi párkapcsolat, tehát ez a hölgy a háttérben, ott ő győzni akart a másik nő felett. De ez a múltra utal. És most a jelen pillanatban, és fontos neki, hogy naponta sikere legyen. Neki kell ez a sikerélmény. Milyen lépéseket fog ő tenni, ezt mutatja ez a kép. Itt anyagiakról van szó, és én úgy mondanám, hogy ez a hölgy kihasználja őt anyagilag. Milyen gondolatai vannak neki ezzel a hölggyel kapcsolatban, ezt mutatja ez a kép. Ő nagyon szorgalmas. Sokat dolgozik, és ő gondoskodik az anyagiakról. Pontosan ez, amit ez a hölgy kihasznál. Most egy nagyon fontos kérdést teszek fel. Szereti ő ezt a hölgyet? Nem, mert ő nagyon visszahúzódó. És mit fog tenni? Erre megadja a választ ez a kártya. Az annyit jelent, hogy ő visszahúzódik ettől a hölgytől. Itt szakításra kerül a sor. Ő fontos döntéseket fog hozni, és bátran. Ő keres egy új utat. Milyen gondolatai vannak veled kapcsolatban, ezt mutatja itt ez a sorskerék.
és ő biztos abban, hogy a sors hozott össze benneteket. Milyenek az érzései? Ezt mutatják itt ezek a kelyhek. És az annyit jelent, ő szeret téged. Nem csak most a jelen pillanatban, hanem a múltban is, mert neki megvannak ezek az emlékei. Ilyen gyerekkori, ifjúsági emlékek. Mik a te gondolataid? Ezt mutatja itt ez a kártya. Be van kötve a szemed. Nem tudod, hogy mi fog következni. Viszont ez jelenti azt is, hogy tekints a mélybe. Hogy milyen irányba mozognak az események, azt még nem tudhatod. Valami fogva tart téged, vagy a körülményeid, vagy a félelmeid. És míg a lehetőségek, hogy összekerüljetek, van rá egyáltalán lehetőség, ez a fő papnő megadja a választ. Az ő kezében van egy könyv, és ebben a könyvben, amit Akasha Krónik-nak nevezünk, abba le van írva a sors út, és a ti utatok kereszteződött. Amit ő is tud, erre utal ez a sorskerék. Tehát ez egy ilyen fenti hatalom, egy ilyen isteni beavatkozás, hogy ti egymáshoz tartoztok. Mire kell, hogy ügyelj? Ezek a te érzelmeid. Ezt kellene rendbe hozni. Félelmek nélkül élni, felszabadultan, és ebben az egyensúlyban maradni. Nem túl sok, de nem kevés. Ezt én úgy mondanám, nem utasd ki az érzelmeidet, viszont ne legyél visszahúzódó. Tehát mindebből egy kicsit mutassál kifele, de ne túl sokat. És mi az, ami fontos, amit át kell, hogy nézzél, mert ez leírja azt, hogy viselkedjél vele szemben. Ezt mutatja itt ez a kép. Ezek a kelyhek, ezek szimbolizálják a víz elemét, tehát az érzelmeket. De itt van a háttérben valami, ami a könnyeket mutatja. Tehát ezekben a kelyhekben könnyek vannak. És ezt a múltat le kell, hogy zárjad, mert ez őt szomorúvá teszi. Legyél vidám, mert ő így akar téged átélni. És a jövőt mutatja itt ez a kártya, itt neked szerencséd lesz. Egy győzelem. Itt a háttérben látható, hogy vannak ellenségeid. De ne figyelj oda, hagyd magad után. Így győzöl felettük, és szabadnak érzed magad. Kedves méhecske, most áttérünk az asztrológiai részre. Kedves méhecske, most átlépünk az asztrológia területére, mégpedig az indiai asztrológia szerint. Az indiai asztrológusok másképp számolják ki a horoszkópot, mint ahogy mi a mi asztrológiánkban, tehát van különbség, viszont felhívnám a figyelmedet arra, hogy ez az indiai asztrológia, ez a számítás nagyon precíz, és ugyanazt mutatja, ahogy az asztronómusok is ezt kiszámolják. Tehát
Az indiai asztrológia szerint az aszcendented a szűz jegyében áll. Ez mutat a külsődre, a személyiségedre, és mutatja azt is, hogy hogy látnak mások téged. A szűz jegye inkább arra utal, hogy te visszahúzódó vagy, meggondolt, jó döntéseket hozol az életben, van gyógyító erőd, de néha kritikus vagy magaddal szemben. Az ő horoszkópjában a Mars bolygó, és az mutatja az ő férfiasságát, pontosan szemben a halak jegyében. Ez számodra olyan, mint egy tükör, amibe belenéztek. Te tükrözöl számára valamit, és ez a te szerénységed, de az is, hogy nálad minden rendben van, mert te szereted ezeket a rendezett dolgokat, ő pedig tükröz számodra valami mást, a vizek elemét, az érzéseket, de nem csak az érzéseket, hanem a bizalmat, hogy minden jó irányban folyik. Ez a víz eleme, itt folyásról van szó, és itt nem kellenek korlátok, hanem engedni kell, hogy az események így folyamodjanak. Az indiai számítás szerint ti mindketten a bak jegyében születtetek. Ő egy telihold napon. Az ő horoszkópjában a nap és a hold szemben áll. A nap a bak jegyében, a hold pedig a rák jegyében. És ez annyit jelent, hogy a nap és a hold szemben áll. Ez olyan, mint egy mérleg, amit mindig ki kell egyensúlyozni. És ő ezt érzi. Neki kell mindig ez a belső egyensúly. De gyakran nem tudja, hogy milyen irányba tekintsen. Ez a családi kötöttség, ez lenne a rák energiája, vagy sikerek, a célok elérése, ez inkább a bak energiája. Mivel te is a bak jegyében születtél, ugyanúgy, mint ő, így van hasonlóság kettőtök között. A te horoszkópodban a bak jegye és a napod az ötödik életházban található. Az ötödik életház szimbolizálja a gyerekeket, vagy a te gyerekkorodat, a nap pedig az apát szimbolizálja. Mivel ezen az életterületen, ami a gyermekkorra utal, a bak jegye dominál, és ez mutat arra, hogy a szülői ház szigorú volt veled kapcsolatban, te a gyermekkorodat úgy élted át, hogy te egy szigorú nevelést kaptál, és azt főleg az apai oldalról. És itt megvannak nálad az emlékek, és nehéz ezt a könnyűséget megvalósítani. Ez kihat a szerelmi élet területére is,
mert ez az ötös életház nem csak a gyerekeket mutatja, hanem azt is, hogy tudnánk az életet élvezni, és a bak jegye korlátoz téged, mert ezek az emlékek kihatnak az érzelmeidre, és te nem érzed szabadnak magadat. Viszont, ha érted azt, hogy a te életed, mint egy alkotás, és ezt te valósítod meg, és a múltad le tudod zárni, akkor kiszabadulsz ezekből a feszültségekből. A bak jegyének természetesen van jó hatása is, hogy komolyan veszed az érzelmeidet, komolyan veszed a kapcsolatot a gyerekekhez, és türelmes vagy, amíg eléred a céljaidat. Nálad nem csak a nap van ebben az ötös életházban, a bak jegyében, hanem Merkur bolygó, Vénusz bolygó és Ráhu, a felfelé haladó holdcsomó. Tehát itt neked vannak kármikus témáid, azon kívül kihat a szerelmi élet területére, erre utal Vénusz bolygó. Amit itt elmondanék, az a Ráhu energiája, ez a felfelé mozgó holdcsomó, mert ez mutat egy kármikus utat, amit te még nem ismersz. Neked ezt az apai kapcsolat tükrözi, a gyermekkorod tükrözi, a szabad időt tükrözi, és a gyermekek. Itt tanulsz valamit. Mégpedig, hogy komolyan vedd azt, amit a gyermekek mutatnak. Játszadozni az életben. Nem kell mindent olyan szigorúan venni. Amennyiben te ezt a leckét, mint egy házi feladatot megtanultad, minden könnyebben fog történni az életedben, és kihat a szerelem területére is, mert itt van Vénusz bolygó, és az szimbolizálja a párkapcsolatot. És Merkur bolygó mutatja ezt a tanulást. Ez az ötös életterület vagy életház nálad most nagyon fontos ebben az évben, de még jövőre is, mert Szaturnusz bolygó a bak jegyében van az indiai asztrológia szerint. És ez kihat a sorsodra és tanít téged. Nem csak te vagy a Szaturnusz bolygó hatása alatt, hanem ő is, mert az ő napja szintén a bak jegyében található. Az ő horoszkópjában a Vénusz bolygó a nyilas jegyében áll, és az mutatja az ő elképzeléseit, ami a párkapcsolatot illeti, vagy azt a hölgyet, akivel ő ezt a párkapcsolatot élni szeretné. Nem kell, hogy a hölgy a nyilas jegyében szülessen, viszont keresi öntudatlanul ezeket a tulajdonságokat a szívhölgynél. És milyen tulajdonságok ezek? Ez az utazásokra utal, a mozgásra, ez lehet sport is,
de kell a lelkesedés is, mert a nyilas a tűz eleméhez tartozik. Mivel a te Vénuszod a bak jegyében áll, és az a nyilas jegy mellett van, az jelentheti a közelséget, és hogy ti megbíztok egymásban, és ez nem csak a szerelmet mutatja, hanem a barátságot is. Mars bolygó mutatja az ő férfiasságát, a te horoszkópodban pedig a te erődet, de azt is, hogy képzeled el a párkapcsolatodat, mit kell, hogy ez a férfi nyújtson neked. Nála a Mars bolygó a halak jegyében van, nálad a Skorpión jegyében mindkettő a víz eleméhez tartozik, nagyon érzékeny, és az érzelmek itt sugároznak. Itt a kettőtök horoszkópját összetekintve azt mondhatom, hogy kettőtök között egy szép, harmonikus és mély érzékekkel teli kapcsolat van. Azon kívül a te horoszkópodban a hetedik életház, ami szintén a párkapcsolatokra utal, a halak jegyében áll, ahol az ő Mars bolygója. Nem csak a Mars bolygó a te horoszkópodban és az ő horoszkópjában mutatja ezeket a mély érzéseket, hanem a hold is. És a hold szimbolizálja az érzéseket. Nála jelenleg kármikus témák vannak, erre utal a lefelé mozgó holdcsomó és a felfelé mozgó holdcsomó, és ez a hatás tart októberig. Ezt azért mondom, mert az ő horoszkópjában Ráhu a felfelé mozgó holdcsomó a nyilas jegyében van. Ez egy kármikus út, amit ő nem ismer, de meg kell, hogy ismerjen, mivel Vénusz bolygó szintén a nyilas jegyében van, ő ezt átéli a szerelmi élet területén, és a lefele mozgó holdcsomó Kétú az ikrek jegyében van az ő horoszkópjában. És ez a múltra utal. Azt, amit ő átélt a korábbi életében. Ez a holdcsomó, illetve mindkét holdcsomó mozog, és októberig, ez év október hónapjáig, ez a lefelle mozgó holdcsomó Kétú a nyilasok jegyében van, és a felfele mozgó holdcsomó Ráhu, az pedig az ikrek jegyében. Tehát pontosan fordítva, mint az ő horoszkópjában, és ez tükröz neki valamit. Itt vannak kármikus témák, jönnek az emlékek a múltból, és kell, hogy egy új utat válasszon. És ez hat rá október hónapig. Kedves méhecske, így tudtam a kettőtök horoszkópját összehasonlítani. Köszönöm szépen, hogy megbíztál bennem, és kívánok neked minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera.